minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, plegyka, kasztár, hegyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes, a fekete leves. Heti hetes. Hajós kapitány elmegy otthonról. Feleségét... Jó, feleségét rábízza... Mint a miniszterelnök. Feleségét rábízza... Feleségét... Feleségét... Hajós kapitány elmegy otthonról, feleségét rábízza a Sánta papagájra, visszajön egy hónap múlva, megkérdi, na mi volt. Papagáj mesél, hát igen, egyszer jött hozzá egy férfi. És mi történt? Levette az asszonyról a ruhát. És még mi történt? Maga is levett kőzött. És aztán odafeküdt az asszony mellé. És aztán mi történt? A többit nem láttam, mert felállt a fogam, és hanyattestem a szekrénybe. Jó estét kívánok! Így kell elkezdeni egy műsort, hogy felállt a farkam. Ez csak egy esetben kell így elkezdeni, hogyha az előző műsor végén valaki nem hagyja végigmondani a viccet. Egy ország tipródott egy hétig, hogy ez mi. Na de pont ezen a héten, amikor négy ország értékelés volt. A múlt héten feladott hírünk a következő volt. Hiányzik a W betű számos fehérházi számítógép billentyűzetéről. A távozó Clinton alkalmazottak vicce miatt így sokan nem tudják az új elnök George W. Bush nevét leírni. Egészen addig, amíg meg nem találják a hiányzó billentyűket, vagy új klaviatúrákat nem vásárolnak. Hevér József Vácról így kommentálja a hírt. Nálunk meg az I betű veszhetett el, ezt abból gondolom, hogy a nagy igazságok helye csak nagy gazságokra derül fény. Ferenci Ákos Budapestről úgy gondolja, hogy... Nálunk a Földművelésügyi Minisztériumban a T betű tűnt el, úgy 2 évvel ezelőtt. Miniszterünk azonban nem bír semmit a véletlenre, és saját maga indult a betű keresésére. Eddig már átnézte Tájföldet, Dél-Amerikát, Európát, és még legalább 2 évig keresni fogja. Csővári László véleménye pedig ez volt. A magyar kormány írógépéről a T betű hiányzik, ezért nem tudják Tordján József nevét leírni. Pedig le kéne. A bőréket postázzuk, ezen a héten majd mindenkinek jutott a kedves nézők leveleiből. Teddynek szól Béb levele, aki szerint, idézem, az egész perepúgyból te vagy a legszupibb, legvonzóbb, legszimpibb, legaribb, legerotikusabb pasi. Hiába, mindenre van bevő. Mennyibe kerül egy ilyen levél innen? Szintén Farkasházi Tivadarnak szól Zoli levele, aki az egyik múlt heti kommentáron gondolkodott el. Tisztelt Farkasházi Tivadar! Azt mondta, hogy Budapesten a 2-es villamost Kisgazda villamosnak fogják elnevezni, mert végig megy a párt valamennyi fontosabb helyszínén. Azóta azon gondolkodom, hogy talán a Jós szólt önből, és tud valamit, ugyanis a 2-es villamos végállomása a Közvágóhíd. Kaptam megint egy ajándékot, Verebes a bölcs bagoly Orsitól, de a bölcs után egy kérdőjelet tett az Orsi. Megmondom, hogy a bagolynak nem kell bölcsnek lenni, elég, ha huhog. Emesének is köszönöm a bagyot. Ezek mind fiatal lányok, csak mondom. Kaptam ajándékot, bocsánat. Mi? Apró gyermekek ezek. Hát, én mondtam, hogy a homoszexuálisoknak is nehéz, de nekünk pedofiloknak rég. Kaptam ajándékot. Na. Tolgyá József által saját kézzel beírt bejegyzést kaptam egy emlékkönyvből, egy másolatot. Nem. Hogy engedjétek meg, hogy felolvassam. A Góbé Csárda, a magyarság kolozsvári bástyája, konyhája berendezése, a tulajdonosi jogokat gyakorló házigazda egy olyan bázis jelent minden magyarnak, ahol megvitathatják közös dolgaikat, ezért a Góbé Csárda magyarság megtartó ereje túlnő egy vendéglő keretein. Köszönet megálmodóinak és üzemeltetőinek 2000. június 13-án Tolgyá József.
A Magyarság kolozsvári bástyának az érdekessége, hogy Nagyváradon van. Ami egy nehéz város, ugye, mert Oradeának hívják románul, és sokan azt hiszik, hogy azt Arad. Mondom, leül egy étterembe, utána be kell írni, miért nem írja azt, hogy jó volt a pörkölt, ami egy olyan emberi mondat. Arról szól, amiről szól. Képzeld, akkor Chilébe hogy ismeri ki magát? Hernádi Jutit nem csak mi vártuk vissza nagyon, hanem önöknek is hiányzott már. Egyik hűséges rajongod, Brooke Szexárdról a következőt üzeni neked. Brooke Shields. Nagyon nagy dolog, ha már a kolléganő is elismer. Nagyon nagy dolog. Tudtuk, hogy Szexárdi. Hogy? A Peter Brooke is lehet. Már lehet. Nem annyira. Minden elismerésem a tiéd, hogy egyedüli nő létedre amazonként küzdesz. Hogy őszinte legyek, én is lennék a helyedben. Jó lehet 6 ilyen pasival, bár kissé öregek és csúnyácskák, de azért... Nem igaz. Nem. De azért imádom őket. Te is? Igen. Van még valami, amit akarsz mondani? Egy olyan 40 darab levél, igen. Nem baj, de akkor hadd jegyezzem meg itt, hogy azért nem voltam, én nagyon hiányoltalak benneteket, titeket is, bár nem tudtam, hogy ma itt lesztek, de szóval nagyon hiányoltak benneteket, de megpróbáltam színésznő lenni, és azért nem voltam itt. Sikerült? Nem. Nézd, az igazság az, hogy azt mondták, hogy igen, illetve hogy aki azt gondolta, hogy nem, azzal meg nem találkoztam. Majd ti tejre raktok engem. Persze. Bár nincs itt, de azért érkezik szép... És még majd lesz, hogy nem jövök, de ugye megbocsátják ezt nekem. Igen! Bár nincs itt, azért érkezik szép száma levél Havas Henriknek is. Tozsó például úgy érzi, hogy idézem, a heti hetes Havas nélkül olyan, mint a Dallas Bobby nélkül. A Bobby is visszament a Dallasba, még miért milyen furcsán, kurtán furcsa, egyszer csak azt mondták, még sincsen elásva. Igen, Bobby eltűnése álom volt. Igen, de nagyon furcsán. Bobby eltűnése álom volt? Igen. A Havasi egy szép álom. De Peti elmúlt, mert pont engem vágtak be, hogy nevettek ezen a poénon is. Henrik nagyon meg fog sértődni, szomorú voltam. Imi? Nekem a legnagyobb érvágás a Havas. Miért? Hát nekem nagyon hiányzik. Nem vágnak. Hát vágj már hátba. Először is fizikailag, ugye? Vágj már hátba, bocsi. Másodszor, hát itt csak ülök, abszolút semmit nem bőszülök föl. Pista, leöntselek egy pohár vízzel? Hát most már nem kell már. Pista, hát az érvágás a középkorban, attól lettek jobban az emberek, nem? Én nem tudom, nekem hiányzik a Henrik. Nem érvágás, nem hátba nem nagyon, van. De azért hiányzik. Miért hiányzik? Imi, megint kaptál levelet. Emmi néni a Galambót utcából a következőt írja. Miért? Ilyen is van. Ahogy? Itt megnéztem. Sőt, Galambóc néni is van az Emmi utcában. Olyan, mint egy, hogy mondják, hogy Donászi Magda vers. Na. Még Emmi vers is néni lehet. A Galambóc utcában. Igen, igaz. Galambóc vagy Galambóc? Galambóc. Galambóc. Na, olvasom a levelet, jó? Jó. Megnéztem a Meseautó című filmet, amit mindenkinek ajánlok. A főszerepet zseniálisan formálta meg, és tette felejthetetlenné Gál Völgyi János. Már a Galambócról tudtam, hogy baj lesz azért. Most pedig, hogy komolyra fordítsuk a szót, engedjék meg... Mea culpa. Kóka verse. Részlet. Nézlek benneteket. Bár nem vagytok ti nagyok, magyarázat is van, mazohista vagyok. Szép volt. Jó vers, és nagyon bejött. Hogy nekem is lesz egy versem, csak majd ha odaérünk, akkor. Akkor se tapsoljanak, jó? De az jó vers, nem jó. Nem veled volt a baj, te szépen mondtad. Nem mondom még egy. Ne! Mondjál olyat inkább, hogy találkoztak a halál szolgája és a halász szolgája, összenéztek, halál szolgája.
Nekem csak olyanom van. Ezt egyébként Karinti Figyes nevű kedves nézőnk írta, úgyhogy gratulálunk. Küldünk bögrét, Fricsi bácsi. Ballagsz, hogy verseket szavasz és nyakkendőbe vagy? Nyakkendő ettől független, csak szép vagyok, nem ballagok. Ezen meg akarta különböztetni magát a rádiósoktól, hogy ő már televíziós, tudod? Különbözik. Végül pedig egy levél. Értem, együtt voltatok a régi csatornán? Értem, akkor ne igen. Vicceljen. Igen, de egy más napszakban, hál' Istennek. Nem, én voltam vele együtt hajnalban. Két olyan voltunk, bírtad. Mint egy foci csapat, aki önmaga ellen focizik. Isteni volt. Nem mondtad, hogy te voltál. De hát titkolom, ha csak lehet, de most már tök mindegy. Kiebrudaltak, vagy mi van? Effektíve, igen, mert sokat pofáztam. Ők is csinálják, és mégis maradnak. Hát egy darabig. Más a tűrőképesség, tudod. De nem, jó volt egyébként. Jó de, volt. Azt hiszem a rádiótörténelem legagresszívebb műsora volt. Én sértegettem őt, ő sértegetett engem. Jól nagyon fogalmazott. Élveztük. Csak téged rúgtak ki, Laci. Igen. Én nem voltam volna. Végül pedig egy levél, úgy általában a szerkesztőségnek címezve. Tisztelt Heti Hetes! Nem akarunk reklámot csinálni két elmekortani állatorvosi lónak, a két agyament elmebetegnek, de hogy nem jut eszetekbe meghívni a Boros-Bocskor párost? Hölgyeim és uraim, Boros Lajos! Bocskor Gábor! Bajor Imre! Hernádi Judit! Verebes István! És Farkasházi Tivadar! Orbán Viktor csütörtökön harmadszor számolt be az ország helyzetéről a Vigadóban. Én csak azt említettem, hogy miért 6:20-kor kezdődött. Vonattal jött? Hát megjött a 6:20-as Orbán, igen. Én összeírtam a lényegét. A Fidesz kormány fordulatot generált, a férfiaknak megnőtt a nemzési kedve, a nők osztottak, szoroztak és szültek, a szegényebbek gazdagodtak, a gazdagok szerényebbek, Tordján József szórakoztatóbb, mint valaha, ez a lényeg. Na most itt minket állandóan egy kalap alá vesznek. Olyan dolgokat nem mondták el, mélységes mély a múltnak, kutya, bizony. Nagyfa, dédnagypapa, sodódó hajó, hajókassza, közös álmok, narancsos hát, én nem azt fölírtam, az a diszlet volt. Ilyen nektár is volt mögötte, a baj lovon érkezik, de gyalog távozik, ezt már tavaly is elmondta, csak idézte saját magát. A baj, hogy érkezik? Lovon érkezik, de gyalog távozik. De néha bekvártéjozza magát. Volt még egy gyönyörű mondat, ezt ebből verset kéne írni. A táj, ami előttünk nyílik, az a hátunk mögött folytatódik. Ezt mondta. Ezt én mindig nem értem, ezt a tájat, ne arra gondolj. Nem, ez nem az a táj, nagyon ez szép. A Tordján féle táj, ételek. Ajaj. Tehát az a táj, amit elől be, az hátul ki? Ez a rakéta elv, tudod? 10 kérdést intézett. Ja, az érdekes, hogy mert ő, na, szóval az jó papa. Azt mondja, az előttem lévő táj hátam mögött folytatódik, de hátra nem nézünk, mert akkor meglátjuk, hogy ki voltam. Tíz kérdést intézett Orbán Viktorhoz Demszky Gábor a Thália Színházban megtartott országértékelő beszédében. Tircs Tamás ezt megelőzően a fővárosi ellenzék előtt számolt be, a főpolgármester 10 év alatt be nem tartott ígéreteiről. Demszky kijelentette, a Fidesz és az MSZP szeretne osztozni az országon. Ez szerinte nem lenne más, mint a korrupció páros összeesküvése. Amiből ő kimarad. Ugyanis
Ha az MSZP korrupt, már pedig ezt az SZDSZ-nek kell tudnia, hiszen 4 évig együtt kormányoztak, de akkor valahol a buliban ők is benne voltak, mert 4 évig nem mondta. Azt nem mondta, hogy ezek itt korruptak, ezek a rohadékok mellettem, hanem hagyta ő is, hogy... Én egy olyan állat vagyok, aznap este ment a Németh László Bodnárnéja a Thália Színházban, és elkérték tőlünk a színházat délutánra. 3-kor volt ez a beszéd, gondolom, hát 4:30-5-kor bemegyek a színházba, akkor már csak addigra elhallgatott a Demszki. Megyek a színház bejelentően, 10 méterre vagyok, már így, ilyen boldogan, hogy én jövök. Én nem voltam olyan boldog, de mentem, és rácsapott a kezemre 60 fotóriporter, ugye, a Heti Hetesből, a kis Galád, SZDSZ-es, ott a Jattól a főnökkel, és fantasztikus, Pali, elmondom, mert nem hazudok, ugye, Gábor, elkapta a kezem, és azt mondta, de halál, közben fényképes, Adina kezdve, hogy te milyen rossz indulatú vagy velünk, mondta ilyet. Hallatlan, mosolja. Mondom, igen, alkalmat kell adni, a jó indulatra mondtam ilyen nagyon. És utána még 2 mondatot mondtunk, és nem tudom. Na az mi volt, az a másik? Kapcsolgattam a tévét, mondom, kapcsolgattam a televíziót, és egyik csatornán se közvetítették a beszédedet. Jaj! Láttam. A napokon belül megjelenik a Hócipő, ezzel a képpel, és az aláírása, hogy a Thália Színház előtt Verebes István fogadta Demszki Gábor. Teljesen. Milyen érdekesen, Thália Színházban volt a 10 kicsi kérdés, a Vigadóban meg a 10 kicsi indián. Mi? Hazai lóhátas barangolásához lovaglópálcát, a pontos tájékozódáshoz pedig Magyarország térképet kapott ajándékba Demszki Gábor főpolgármester a fővárosi Fidesz frakció képviselőitől. A szerintük hasznos ajándékok mellé egy Budapest térképpel is megajándékozták, hogy a fővárosról se feledkezzen meg. Készülnek valamire, hogy ismerje fel, mire visszajön? A fővárost? De az ostolt azt még kapta, hogy ő Isten ostolja, vagy mi? Vagy... Hát, hogy gyorsan menjen végig. Vagy annak egy bizonyos részét, hogy azon lovagoljon? Hát... Vagy metrólovat kap, ami még lemegy a metróba, mozgó lépcsőn keresztül, az nagyon jó lesz. Nem tudom, ha véglovagolt az országot, nem tud bemenni a metróba. Hát ha véglovagolt az országot, akkor csak így tud menni, így meg nem fér be a mozgólépcső. Egyébként ez jó, amit a Pista mutat. Ennek van egy nagyon nagy előnye. Simán átmehetsz a buxuson, és nem sérti fel a töködet. Az egy nagyon... Lovak jönnek ki az istállóból, csak úgy neked mondom. Az egyik azt mondja a másik, hogy te menj előre, én meg majd fedezlek. Lehet úgy beszélgetni, bocsáss meg, köszönjük László ezt a viccet neked. Na, egy ausztrál tudós szabadalmi kérelmet nyújtott be emberszerű robotok tervezésére, amelyek online kapcsolaton elérhetők és szexuális élet élhető velük. Hát ennek a tudósnak a... Ennek az tudósnak a... Hogy rácsapszod? A újabban a szexre elsőként, Zutyi rögtön. Mióta a mélykutival összeszűrték a levet. De azóta az asszony mindig itt ül, nem figyeled? Valami lehet. Hát pont arról akarok beszélni, hogyha erről az emberszerű robotról a tudós asszonyszerű feleséget tudomást szerezte, akkor nagy balhé lesz otthon, nem? Tehát állítólag interneten kapcsolódnak ezek össze, ami azt jelenti, hogy ez modemen kapcsolódik össze. Képzeld el, hogy felhívod az asszonyt Ausztráliából, hogy azt mondja, hogy... Nem, hogy kapcsolódik. Rákapcsolsz. Inkább a kenguru, mi? Azt elhiszem, persze. De mi van a téves kapcsolásnál? Gondolj bele, hogy nem a robot, hanem egy börtön például. Micsoda? Tehát arról van szó, hogy a robot úgy viselkedik, ahogy a vonal másik végén valaki. Dehogy is. De! Nem, arról van szó, hogy van egy szerkezeted, amit megveszel. Igen. Rákapcsolod, összedugod a hálózatra, felhívod a
mit tudom én, melyik központot. Igen. És akkor kiválasztod, hogy a Julia Roberts például. És akkor csak azt nem tudom, hogy a szerkezet hogy néz ki. Hát hogy ilyen szobabicikli, és elképzeled, hogy Julia Roberts. Életem, meg képzeled ezt, képzeled azt a program ugyanaz? Hát tök mindegy, illetve marad. Van rövid zárlat is például. Férfi van a másik végén. Nem biztos, lehet, hogy a... Nem. Lehet, hogy a Julia Roberts az ilyen, és a Whoopi Goldberg pedig csak olyan. Igen. Itt a szétültetett párról akarom megkérdezni, hogy ti mindent együtt csináltok? Úgy érted, hogy internet kapcsolatban vagyunk egymással? Ami blama, csak online. Azt. Nem, én a szexre gondoltam, hogy... Nem, más, nem, más a ritmusú. Nem, a Lajos rég abba hagyta, tehát teljes fázis készítettem. Egyébként a nagyon régen már az én szexuális életem is Microsoft. Csak ott tudod, pici hogy mi az és a... puha. De akkor azt is tudod, hogy mi az a kék halál, igaz? Néha lefagy a program. De azért tudod még szoftver. Tordján József, a Népszavában közölt, fiát közpénzből származó 3 milliós kenőpénz felvételével vádoló magnó felvétellel kapcsolatban tájékoztatta a közvéleményt. Idézem. Ez egy kicsit erősen tájékoztatta a közvéleményt, mondott ezt-azt. Idézem. A baloldali liberális elők által kezdeményezett lejárató hadjárat szervezői és az abban résztvevő köztörvényes bűnözők felelősségre vonása érdekében a szükséges eljárásokat folyamatba tette. Na most szépen elemezzük ezt a mondatot. Mi az állítmány, mi az alanyját? Folyamatba tette. Tette, az az állítmány. Tett be. Igen, hova tette? Folyamatba. Igen. Mit tett folyamatba? A felelősséget. Az összes többit. Ki tette folyamatba? Hát ő. Egyes szám első személy. A speckó nincs benne a mondatban. Hova menjen épp ezért? Én ott kezdtem először is... Nagyon vékony jég ez azért, mert itt ezek a leleplezők se piskóták, ugye? Egy-két bírósági ügyel a hátuk mögött, meg hát célszemély, hát az nincs meg. Én nekem egy miatt nem stimmel ebben semmi. Mert 3 millió az nem pénz. Hát abból egy fürdőszobát nem lehet összehozni. De milyen 3 millióról beszélsz, Pista? Már nem értették meg, mondom, abból egy fürdőszobát nem lehet összehozni. Bocs, csak prejudikálsz, hát milyen 3 millióról beszélsz? Hát itt olyan szép kifejezések voltak, mondtak 3 küldeményt, 3 várost, 3 királyt, hogy 3 kilós lett a gyerek, úgy elképzeltem az alkudozás, hogy kérdezték, 3 gyerek elég lesz? Azt mondja, nem, 4 kerék. B. Ádám László verse. Aktuális mondóka. Kaptam. Merre jár a Tordján? Mindig újabb portján, vagy a hegyek ormán, vagy egy inka portán. Mit csinál az Orbán? Belül kissé fortán, attól tart a Tordján, megakad a torkán. Mit csinál a kormány? Már egy szót sem szóltán, lesi csak jóformán, meddig tűr az Orbán. Ki ez a kormány? Enyém szól az Orbán, csak hiszed jókomán mosolyog a Tordján. Ma már ilyen formán működik a kormány, s kiki saját módján ügyködik a boltján. Mérleg hintán Orbánt hintáztatja Tordján, átlép minden normán, szabályon és formán, s mit csinál az Orbán? Így szól, ez koholmány, ahol kell a kormány, átalakult, nolám. S mert a régi formán változtatott Orbán, parlament momentán csak egy hab a tortán. Vigasz ilyen formán, csak az lehet talán, hogy nem ül a Tordján, a köztársaság trónján. Egyébként ebben a leleplezésben van egy baj, hogy kisgazda leplezte le őt. A hócipő iskolában lelkesen rávetődte minden dokumentumra, küldtek egy dokumentumot, egyből betettük a labba, hogy mi csináltak kisgazdák, és aztán kiderült, hogy egy hamisított jegyzőkönyvet kaptunk, hogy galád kisgazdák így bántak el a rendes kisgazdákkal, a mi asszisztálásunkkal. Úgyhogy én csak azt tudom, hogy
Kisgazda dokumentum, nem dokumentum. Hát itt a dr. Bárándi György ügyvédet kérdezték meg, és ilyeneket, ez nagyon érdekes, lehet, hogy ti jobban értitek. Az a hivatalos személy, aki működésével kapcsolatban előnyt kér, tehát akik lefizették, akik csinálták ezt a felvételt nyilván, avagy az előnyt, vagy ennek ígéretét elfogadja, az büntettet követel, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát azok, akik odaadják a pénzt, azok is büntethetőek ebben, ez a vicc, én ezt értettem, és végül is ezért nagyon nehéz ezeket kibogozni, mert az is bűnös, aki adja, és az is bűnös, aki kapja, hát így aztán persze, hogy nem derül ki semmi. Viszont a végén mindenki jól jár. Felolvasnám, fiatalember hozta el nekem, szenzációs. Egy szórólap 1998-ból mit ígér a kisgazdapárt? Megteremtjük a gazdasági fejlődés feltételeit, milliók életkörülményein javítunk. Hát egyel kezdték. Milliókkal. Igen. Letörjük az inflációt. Tessék mondani, amit már teljesítettek, jó? Tessék azt mondani, hogy bravo, vagy valami. Letörjük az inflációt, megfékezzük az energia és az üzemanyagárak növekedését. Se egy hang semmi. Csökkentjük az adókat és járulékokat. Vállalkozásbarát gazdasági környezetet hozunk létre. Eltöröljük a tandíjat. Jó, hát nem ők törölték el a Fidesz, de mindegy, jó. Megszüntetjük a felesleges adminisztrációt, értelmetlen nyugtaadási kötelezettséget. Ez stimmel? Na. Mi volt elő nyugta? Erről nem. Emlékeznek? Megszüntetjük az autópályadíjat. Felépítjük a szükséges utakat ingyenes használattal. A polgárokat segítő szolgáló közigazgatást hozunk létre. Azt igen. Megduplázzuk a lakásépítést, biztosítjuk a lakáshoz jutást, munkahelyet teremtünk, radikálisan csökkentjük a munkanélküliséget, rendbe tesszük a társadalombiztosítást, igazságos értékálló nyugdíjakat biztosítunk. Hát komolyan beszarok. Visszaállítjuk a nyugdíjkorhatárt, javítjuk az egészségügyi ellátást, megfizethetővé tesszük a gyógyszereket, szigorítjuk a bűnözés elleni harcot, most jön egy, erősítjük a magyarság és a család fontosságát, ezt betartották, a családnak a fontosságát tényleg. Az nagyon erős lett. Isten, haza, család, ugye? Igen. Az van. Tehát amit az Isten ad, azt hazavisszük a családnak. Kovács István az utolsó menet utolsó percében kiütötte dominikai ellenfelét, így ő lett az első ökölvívó a világon, aki a profik és az amatőrök összes lehetséges címét megszerezte. Mondom őszintén, én a Kokó meccseinél sokkal jobban élvezem, mikor beszél. Igen. Sokkal, az meglepő, az, hogy aki boxol és nyer, olyat már láttam. De olyat, hogy egy boxoló kultúrát, értelmes, az átolott pontig egy mondatot el tud mondani, és még van is veleje annak, amit mond, és őszinte, ilyet nagyon ritkán láttam, ezért én nagyon szeretem a Kokó. Van a Kokó. A Klitschkónak tudod az egész nevét? Kinek? A Klitschkónak az egész nevét tudod? Hát hogy tudnám? Doktor. Doktor Vitali Klitschko. Klitschko. Doktor Vitali Klitschko. Igen, Klitschko. Minden felkelés után szedjél be 2 Vitali. Na, azt akartam mondani, hogy tényleg a Kokó egy fantasztikus ember. Most, amikor ugye szilveszterkor együtt fociztunk, hogy mennyire tudja, hogy mikor kell nyerni, vagy mikor kell akarni nyerni, hogy fociztunk, és te ott nagyon hajtottál, és odajut, és azt mondta, hogy te Farkasházi győzni akar. Minek? Te mit szólod? Felismert, mi? Nagyon nagy dolog. Amikor Európa-bajnok lett, akkor a rádióban egyszer vendégül láttam egy beszélgetésre, egy kis nyiszlett Pali volt, bejött, és
sem. Hát tulajdonképpen elcsodálkoztam, hogy ez egy boxoló, mert ha velem szemben jön az utcán és belém köt, minden további nélkül elkezdek verekedni vele. Olyan volt a hatása a Palinak. Hát csoportokon nem hallottál? Mindegy, hát mondom, nem látszott, hogy ez az ember különösebben erős. Feleségével jött, pláne olyan gyengének hatott. Hát úgy már erős. De most, ha most megnézitek, most azért, tehát az a különbség az amatőr és a profi között, hogy az amatőr az csak erős, de a profiról el is hiszik, hogy az. Érthető? Egy észak-londoni idősek otthonában verekedés tört ki. Egy 85 éves asszony kegyeiért folyt a harc. A verekedést a 93 éves Steve Tipro kezdeményezte. Viszont tőle van a gyerek, nem? A 93 éves visszaért, hogy ő az idősebb. Így van, a rutin, győzött a rutin. Ja. Nem erre volt az a vicc, hogy nem tudom, mit csináljak, már azt úgy reveg a keze, hogy mikor pisilni kell, mindig előbb elélvezek. Bocsánat, a Boros fújja a jágsót. Nem, soha többet, bocs. Ez nem vicc volt, Lajos, ezt te mesélted, amikor visszajött a WC-ből reggel. És naponta háromszor megpróbálom. Kis reklámot sugárzunk, ne menjenek sehová, várjuk Önöket vissza mindjárt. Viccet legalább egy hülye viccel, hát hogy visszajöjjenek, vagy ne jöjjenek. Két tehén beszélget és az egyik. És itt hagy félbe, és akkor majd visszajönnek. Két tehén beszélget. Két tehén beszélget, reklám. Köszönjük szépen. Na. Két tehén beszélget, az egyik kérdezi a másiktól, te hallottad, hogy van egy olyan... Az ország 15 percig lázban éget, hogy mi a túró lehet a két tehén. Miről beszél? Arról beszél. Az egyik megkérdezi, hogy te hallottad, hogy van egy olyan kórokozó, amitől a szarvasmarhák megőrülnek? Igen, milyen szerencse, hogy mi kecskék vagyunk. Nem volt jó. Jó. Kövér László, a Fidesz elnöke a Kovács Lászlóval folytatott tévévitában felajánlotta, hogy ha az MSZP elnöke visszavonja, hogy a kormány tevékenysége csak a lakosság 20%-ának jó, akkor ő is visszavonja, hogy az ellenség kártékonyabb az országnak, mint a 100 milliárdokat felemésztő természeti katasztrófa. Én 3 éves voltam, amikor ezt utoljára játszottam, hogy ha te megmutatod, akkor én is megmutatom. Én ezt mostanában is szoktam játszani, csak... Igen. Nem, azt mondta, azt kérdezte tőle a riporter, hogy amikor azt mondta, hogy az ellenzék az nagyobb kártevő, mint az árvíz, meg az asszály, meg nem tudom, azt komolyan gondolta. És erre azt mondta a kövér, azt mondta, nem gondoltam komolyan. Végül is nem gondoltam komolyan. Na most akkor az ember már nem tudja kiszemezgetni, hogy mit gondol komolyan, és mit nem gondol komolyan, úgyhogy én engedelmükkel, amit eddig bármit mondott, Kövér László, azt úgy veszem, hogy nem gondolta komolyan. Egyszerűen, nem? Tiszta lapon. De ez két teljesen egyenrangú kifejezés. Lefordítom mondjuk egy más témára. Tehát ha Verebes azt mondja neked, hogy a meseautót csak kevesen látták, akkor te visszavonod azt, ha ő ezt visszavonja, hogy az idegenszerű Verebes kottáját az alvilág mocskos mancsa írja. Tehát... És akkor megnő a nézettséged? Imi egyből. Kullára megzavartál egyből. Most komolyan mondom. Na. Mondok egy egyszerűbbet. Havas, már tanár úr. Na, mondok egy egyszerűbbet, ami egy ilyen színészfejedelemnek egyszerűbb. Világ. A Répási Robi a 168 órában azt nyilatkozta. Pont a Répási Robi. Mit csinálja? Direkt kiválasztotta azt a fideszes, amit, hogyha kimond, akkor az poén. Miért nem mondod azt, hogy például, hogy hívják például? Rabinda alattakból. Van olyan fideszes, akinek nincs erbetű a nevében, tessék. Gyorsan keresünk. Hogy ne lenne? Ki? Nem úgy hirtem. Kövér. Isépi Tamás. Abban például nincs. Azt... Isépi. Jó, de az meg baromi fiatal.
Azt mondta a Répási Jobbi, hogy szerintem... Mondta, hogy Robert, akkor még egy erbetű van benne. Répási Robert azt mondta... Ez a következő 20 perc poénja. Hogy a kovács dökkesejüként köröz a kisgazdák vidéki szavazóbázisa fölött. Ez ugye nem valami hízelgő a koalíciós társakra, mert ezért hamarosan nincs élő kisgazda, de én azt kérném, hogy jázz el a kovácsot, amin... Dökkesejüként. Dökkesejüként? Körözzél dökkesejüként a szavazóbázisok felett. Komolyan? De van rá valami poénod? Semmi? Csak engem akarsz a blamába tenni? Hát nem is hallott. Ez egy helyzetgyakorlat. Ezt meséltem a közönség, mert biztos meséltem az ezt, hogy csináltál címlapot be? Igen. Mesélt? De jó, elmondom két percet. Mondd el még egy. Azt mondta, miután egy rádiókabarén, nem tudom én, egy borkombinátban tartottuk, azt mondta, hogy nem lehet... Azt mondta, nem lehet inni nekünk, borkombinátban nincs fröccs. Azt mondta, nincs, csak a végén van. Erre elmondtuk az ő nevét háromszor egymás után egy mondatban. Teddy, menj a fröccsnél! És utána csinált rólunk egy össznagy fotót, gyönyörű fotót, és a szőlőtőkék mellé kellett állni. Az egész, minden szereplőnek. Odaálltunk szépen a szőlőtőkék mellé, lement a fotózás, én ott maradtam, azt mondta nekem, bajon nézd meg, üljet, hogy csináljok ide a szőlőtőkék mellé egy ilyen madárijesztőt. És akkor csinált. Azt mondja, bajon szerintem jó színész vagyok? És néztem, ahogy a madárijesztőt próbálgatja, hát szörnyű most, mondom, Nem vagy Teddy. Azt mondja, megpróbálnád te megmutatni? Mondom, hát Teddyet, madári ezt, hogy néz ki egy madár? Ezt így csináltam halálosan, főhúztam az egyik lábamat, és jövő héten megjelent a Hócipő címlapján ez a fotó. Hes kisgazdák! Én voltam. A Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének Suzuki-áról Miskolcon lelopták mind a négy kereket. Farkasházi mind a 10 ujját megnyalná, csak a 4 kerekét lopták volna. De a 3 gyereket és a 3 szobát azt nem megmaradt, lopták? Az megmaradt. 3 gyerek benn volt a Suzuki-ban, azt ott hagyták. De a gyerek már megvolt nekik, érted? Ja, igen. Csak ez hiány. A szoba meg majd meg lesz, amikor majd lecsukják őket. A héten hallottam megint egy olyan jó rendőrségi megfogalmazást. Azt mondta az egyik rendőrségi szóvivő, hogy úgy történt a lövöldözés, hogy a kocsi tolvaj nagy sebessége ükvezben a rendőrök felé hajtott, akik figyelmeztető lövést adtak le rá. A hátába. Amibe belehalt aztán, igen. Hát ez egy súlyos figyelmeztetés. Ha ellopnak egy kocsit, akkor ükvezben rendőrök felé hajt valaki? A kezdő kocsitól vagy lehetett, nem? Hát vagy... Meg akarta ijeszteni őket. Pedig háttal nem kezdünk mondatot. Torgyán József kijelentette, hogy akkor hajlandó beszámolni a zsarolásos ügy részleteiről, ha ennek idejét elérkezettnek látja. No. Annyit azonban hozzáfűzött, hogy Isten erősebbnek bizonyult a zsarolóknál, és a zsarolási szándék megbukott az érintettek tisztaságán. A Torgyán annyi mindent beszélt össze, hogy most mi összevágtunk egy olyat, amit nem beszélt, de beszélhetne. Mm. Volt már zene a Heti Hetesben valaha? Nem, de úgy néz ki, nem. Az elején meg a Imi, vagy megvárod itt bent, vagy kint? Nem, én fogok verseket mondani, de az elején nem lesz. De itt nem, tényleg egy titkos felvétel a kezünkbe jutott, és ezt megosztanánk veletek. Jó. Ez egy rep, lehet rá nyugodtan mozogni. Csúcs László az egyik előadó művész, jaj, a másik... Jaj, szeretem, jaj, kedvencem. Másik Torgyán József, és ki gondolta volna, hogy... Whitney Houston, Csúcs és Whitney Houston, ez meg állandóan otthon. Megférnek egymás mellett popstárként, tehát... A Csúcs az tiszta rasszú. Torgyán a másik? Igen, Torgyán a Csúcs. Ez a finom reklit, egy második Louis Armstrong, az is. Mi csináljak, rabbi? Ébredjen. Ez nem gyerekjáték, kérem. Ébredjen. Ez nem gyerekjáték. Ébredjen. Mi van? Ébredjen. Mi van? Micsoda dolog, hogy egy párton kívüli mondja meg nekünk, hogy mit tegyünk. Nem a kisgazda párt tagja. Torgyán gátlástam. Micsoda? Torgyán gátlástam. Micsoda? Torgyán gátlástam. Micsoda? Torgyán gátlástam. Igen, és mi van?
Pénzesság paraszt. Pénzesság paraszt. Pénzesság paraszt. Pénzesság paraszt. Tüchtig kisgazdag. Rányi Zsolt. Se jobbra, se balra. Rányi Zsolt. Tüchtig kisgazdag. Rányi Zsolt. Se jobbra, se balra. Rányi úgy látszik nem tartja elegendőnek Kossuth Lajos székét. Kérjen tőlem bocsánatot. Tolgán csúcs X-egy, csúcs Tolgán X-egy. Tolgán csúcs X-egy, csúcs Tolgán X-egy. Én vagyok a magyar út, megmérettem. 20-szor kimegyek a határba. Ott már rám grün kón. Te rebelében mit csinálja? Ébredjen, ébredjen. Ez nem gyerekjáték, kérem. Ébredjen. Ez nem gyerekjáték. Ébredjen. Mi van? Ébredjen. Mi van? Biztosíthatom önöket arról, hogy én vagyok és én maradok a független kisgazdapárt elnöke, mert a sas az nem vadászik legyekre. Erről ennyit. Wow! A Szerzső az voga processzor, ezt el kell mondanom. Nem, most akkor őt citálják be a bíróságra. Hagyd menjen. Miért? Miért? Hát ha nem ebben a ritmusban, de ezt mondták, nem? Egy 7 éves fiú feljelentést tett olyan telefonon... Olyan nurkók ezek a kis gazdák, nem mondom. Egy 7 éves fiú feljelentést tett telefonon kis húga ellen, mert állítása szerint ellopta a legóját. Az ifjú... Ez a gyerek még sokra fogja vinni. Az ifjú törvénytisztelő azt akarta, hogy a rendőrség tartóztassa le 4 éves kistestvérét égbe kiáltó bűne miatt. Az ügyeletes tiszt, meghallgatván a panaszt, a gyermekekre felügyelő hölggyel vette fel a kapcsolatot. Mint mondta, az ügy kivizsgálására a helyi viszonyokat jobban ismerő babysittert hatalmazta fel. Ez egy kanadai hír egyébként. Igen. Kanadai, igen, ez egy kanadai történet. Nagyon ismerős, mi? Mindenki azt hitte, hogy gyerekben van magyar vér, biztos. Igen, állítólag a kis húga feljelentette ezután a bátyát szexuális zaklatásért. Hova dugta a legót? Hát ez volt a kérdés. Nálunk ilyen Legó úgy nem volt. Legó nem volt. Legó nem volt. Olyan volt, hogy a lányom meghúzta a fiam lóvóját. Olyan volt, de Legó... Nekem 2 fiam van. Azt mondja, jó volt nekem. Erre azt tudom mondani, a 2 gyerekemnek, a saját gyereknek volt egy nővére, amit házasságba hoztak, a Szandi. Ma már 25 éves, amikor volt. Ő 4 éves, és a Zoli fiam, aki már 23 volt. 3, együtt fülöttek. És akkor egyszer csak azt mondta a Szandi, így a fütyijét így megbirizgálta a Zolnak, és azt mondta, a papának is ilyen van, csak kicsikét nagyobb. És igaza van. Igaza. Nekem 2 fiam van. Volt. Van egy 26 és egy 20 éves fiam, ez most már nem nagy különbség, de amikor 4 és 10 évesek voltak. Ugyanez a sztori? Nem, egy másik. Ez egy másik kád. Nem. Hanem a Bence mindig elcserélte, mint az Attilával, és érdekes módon mindig a 10 éves járt jobban. És a kicsi meg lelkesen hozta, hogy mit cserélt el. A nagybácsimnak volt egy kislány, aki állandóan hallott otthon, hogy nincsen pénz. És egyszer jött haza az iskolába, hogy meg vagyunk mentve. És lobogtatott egy 10 forintos. Azt kérdezték, honnan van? Eladtam a biciklimet. Csak még egyszer, hogy a gyerekek mit látnak. A húgom egész pici volt, és az apám szemérmes ember volt, és ő csak gatyában látta. Az anyját azt láttam mesztelenül is. És akkor egyszer azt mondta, hogy én tudom, hogy mi a különbség a férfi és a nő között. Na mi? Azt mondja, a férfinek itt jön ki, és itt szörös. A nőnek itt jön ki, és itt szörös. Pontos. Sör és félmeztelen csapos lányok. Ez az ausztrálok az erkölcs csőszök ellen. Párt. Rövid kampány elmondata. Duncan Griffith, a párt vezetője szerint, nekünk... Ezt ugyanúgy elhablatyolta, mint a jaksó hattentiben. Duncan Griffith, a párt vezetője szerint... Most mi van? 11 mm-t harapok alá, azzal csak ezt lehet csinálni. Komolyan. Tényleg? Aha, pont 11 mm-t. Annyival van előrébb. Vegye meg, most akkor ott a fogorvosnál... Akkor te el vagy tiltva a maevéstől, nem? Igen, a nyalástól nem, mint említettem. Duncan Griffith, a párt vezetője szerint, nekünk ez a két legfontosabb dolog az életben.
az alma? Az törész a nők. Az, csak azon gondolkodtam, hogy az a 11 milliméter, az gátol, hogy jobban odaférj. Próbálj csak magad... Ahhoz marha kunkori nyelv kell lám. De nekem az van, ezt akartam mondani. Jaj, szerszámok játszanak a műhelyben. Az egyik azt mondja, te vagy a fogó. És ezt nem olvassam, ezt nem olvassam, ez egyszerűen jön. Én azt nem értem, hogy miről asszociál. Tehát a tehén, az honnan, mert úgy adja elő, hogy ja, hát, mint a témáról asszociál. Én tudom, a filmestelen nőktől elindult a saját állán keresztül a fogóig. Nem, a szerszámjáig. A szerszámjáig. Igen. Értem. És az igen, ő... ezt te adtad neki ezt igen. a végszót, úgyhogy te bűnöd, ne haragudj. És az ő szerszámja egy fogó. Nem, de semmi lesz. Logikai lánc nincs neki, így van a fejében sorban a dolog. Kész. Laci, a vágó szokott itt vendég lenni, ha egyszer viszonzod a vendégeskedést, te lesz az első, aki 500 forintos kérdést kapsz tőle. Vagy 350-es. Most ezek lehülyeztek, vagy? Nem nagyon, nem nagyon. Ezt a, tényleg a Pistától vártad, hogy meg nagyon nehéz dolog meg. Sör és félmeztelen csapos lányok. Na, ez az ausztrálok az erkölcscsőszök ellen párt rövid kampányjelmondata. A párt vezetője szerint nekünk ez a két legfontosabb dolog az életben, a sör és a nők. A hosszú nevű párt a közelgő önkormányzati választások alkalmából alakult. Azért én még bevenném a cigarettát is utána. Sör a nők és a cigaretta. Tudjátok, hogy ez milyen frankó dolog? Itt az összes pártban 200 ember vergődik, szociáldemokrata karta, liberális hitvallás, Széchenyi terv. Nem is sör és nők, 600 éve egy jó program, nem? Azért van ilyen hosszú jelmondata, mert aki ki tudja mondani, hogy erkölcscsőszök, az ihat még egyet. Nem tudja kimondani, akkor nem tudom, hogy mondani, de hogyha véletlenül azt mondja, hogy erkölcscsöcsőszök, akkor van a nő. Levelet és kitöltetlen vagyonnyilatkozatokat visz a hétvégén a képviselőknek a parlamenti futár, hogy a hunatyák február 28-áig számot adjanak vagyonukról. Répási Róbert, a bizottság fideszes elnöke elmondta, a testületnek nincs jogosítványa arra, hogy a vagyonnyilatkozatok valódiságát ellenőrizze. Akkor minden? Miért nem viszik kitöltve akkor? Várjál, a futárnak be lesz kötve aztán. Bocsaság, ez olyan, mintha azt mondom, kérem a legszebb magyar nők albumát, akik hajlandók velem lefeküdni. Azt összegyűjtöttük, tessék, szóval sajnálom, impotens vagyok. Pontosan olyan. Pisukán, te nem érted ezt az angol eleganciát, hogy kezelik ezt a kérdést. Van egy ilyen történet, én ritkán mondok viccet, csak a Jáksot próbál, nem állatvisz, Móriczka visz, de nyuszira át lehet. Már nem jó, hogy Nyuszi pókerozik az angol új kaszinóba, de szóval Móriczka pókerozik az angol új kaszinóba, és a parti végén akarja mutatni a lapot, mi a többiek csodálkozva mondják, de hát uram, hát ez egy angol új kaszinó, itt nem mutatjuk a lapot, mi megbízunk egymásba. Ja, mondja, és attól kezdve egész este nyer. Kajos, biztos vártátok, hogy mi átvágunk titeket, ugye? Nagyon. Én vártam. Mit csináltatok itt? Jöttetek üldögélni? Hát, ilyenkor én már rég aludni szoktam. A Bocskornak van egy fix ember, aki rőr a poénjaim. A kamarács Iván Locsi fecsim volt, komolyan mondom. Mit? A Bocskornak van egy ember, aki rőg a poénjaim. Azt mindig elviszi magával. Azt te vagy, nem? De nem, én nem. Kajos, ezért vettünk fel. Nem, én nem. Az az ember beteg most, tudod? És ezért a Bocskor teljesen árva, nézd meg. De az hogy van? Hát a bumerángban reggel 6-tól? 3-4-6-tól 9-ig? Uh-huh. Be nem áll a szátok. Tudod, hány van, ilyen, van neki most? Van ilyen műsor, mint bumeráng? Nem lehet lelőni benneteket. Tényleg? Ott ilyen DN riporterek? Lőnek ránk, igen. Mit mond az imi riporter? Hogy ilyenek vagyunk, ilyen riporterek. Nem, hát kérdezem, hogy ott is azt ilyenek. Imi, hát a Júcival meg a Verebessel éjszakai emberek vagytok. Hát neki az este 10 óra, az hajnali 2. Világos. Én néztem volna a bumerángot, de azt mondták a szüleim, hogy szar. De nem mondták neked, hogy hallgat. Végre csinálok egy kis nem promót nektek. Nem kell nézni, az rádió. Nem mondták, az hogy rádió? Hallgatni nem kell? Hallgatni kell?
Jaj, pedig azt, vagy a tévében is, csak azt úgy szemmel is lehet nézni, vagy hallgatni, vagy hogy... Jaj, de jó! Olyan finoman! Azt hittem, idejöttök, elkeritek a szánkat, elmondjátok a véleményeteket rólunk, meg mindenről. Én azt hittem, hogy szóval néha komolyan így álmosodtam. Elejétől kezdve figyelme. És aztán fölébredtem, és azt hittem, a tévét nézem. Olyan, szóval olyan ismerősök vagytok. Én nézlek téged, Imi, néha. Én, olyan vicces vagy, hát gondolod, hogy fogalmam nincs. Te tényleg én eleinte azt hittem, hogy sportoló vagy. Nézem itt a heti hetest. Jó kiállás, a gyerek van valami. Nézem a heti hetest, csak egy másik kameraállásból, mint otthon a képernyőből, és csodálkozom, Boros mit keres ott. Most azért, ők majd szombaton azért üljenek oda, nem? A képernyő elé. Hát megnézzük, hogy ebből mi lesz. De ti nem tudjátok. De mit csináltok? Mi lesz valami meglepi? Én féltem attól, hogy csináltok. Én azt mondom, ti csak üljetek, önök is üljenek oda, érdemes. Amit szombaton ők látnak majd, az önöknek nagyon fog tetszeni, jó? Nem mondom meg, hogy mi. Olyannyira, hogy alá kellene írni ezt a dolgot, jó? Mert, hogy hagyjátok, így van. Mert hogy történt, ugye ez az, ami történt. Bármi és történik, hozzá kellene járulnod. Hagyni kell. Ja, fordítva adtam. Az az igazság, hogy a kész... Nem, ez én vagyok. A kész átverés showban mi mindig aláíratjuk az áldozatokkal a papírt, hogy hozzájárul, hogy adásba kerüljön. Na, most... Úgy tűnik, hogy ezt most velünk is alá akarják iratni. Gábor ne szedd szét! Nem tudom, azt nézem, hogy kamerát elrejtettek a lábam között, vagy... Ja. De mit a lábad között, vagy a nadrágodban nézett? Hát miért itt nézett fel? Jól gondolja, mert a kamerát mindig vicces helyre szokták állítani. Az még milyen megnyugtató lenne, hogy kamera van a lábam közt, meleg. Na, Olaszország, majd tényleg írjátok már. Nyilatkozzak. Olaszország. Na, Bocskor Gábor, kijelentem, hogy hozzájárulok az RTL Klub Televízió kész átverés show és heti hetes című műsoraihoz, rólam készült felvételek minden nemű sugárzásához és az ahhoz tartozó promócióban való felhasználásához. Ezt nem írjuk alá. Miért? Minden nem. Ne haragudj, csak ti verhettek át. Ilyen gyávákat. Mert amikor mi átverünk valakit, az tudja, hogy hogy van átverve. Most én Bianco aláírok valamit. Ez a bátorság, légy szíves. Ez nem bátorság, ez hülyeség. Akkor az. Írd alá, Gábor, te nyugodtan. Nem, úgy szoktuk csinálni. Az RTL Klub nem is tudja, hogy mi úgy írtuk alá a szerződést, hogy az én nevemet te írtad alá. Igen. A te nevedet én írtam alá. Nem írjátok alá, úgyis olyan lesz a műsor, és akkor majd pereltek, az RTL perlitek. Jó? Na. De műsorotok ez lesz utána, csak nyugodtan. Mindegy, ne törünk, de szombaton ülj oda! Nézd meg! Szombaton, meglátod! De nem tudod! Mi? Veled vagyok a sajtóban. Csak... Kedves közönséget kérem, megint ez az olyan hülye vagy, hát ez ezt azért... nem hiszem el. Boros, neked Bocskor Gábor kellett volna írnod. Jaj, de egy állat vagyok. Közben, bocsánat, a kedves közönséget kérem, ugye azért igen, nekünk ez egyértelmű, hogy mi történt. Igen. Jó, oké. Okay. Akkor jó. Na. De uraim, nincs vége a műsornak, elnézést, tessenek aláírni. Csinálj úgy, mintha mindent értenél. Így van, Olaszország kész ismét harcba szállni. Azért nem kell így ülni, semmi. Erre még történt, már megtörtént. Ez még hír, és erre reagálni kéne, uraim. Imi, te tudod? Hogy? Aztán mindent írt. Nekem röhögött a szünetbe. És akkor én nekem gyanús lett az egész. Nem. Korán adtam oda a fenegye meg. Hát a észre. Na, hölgyeim, uraim! Olaszország ismét kész harcba szállni, hogy 2007-től ne kelljen a magyarok kedvéért megválnia a borait jelölő Tokaji márkanévtől. Szeretnék elérni az Európai Unió és Magyarország közötti... Hol volt a poén a hírben? A Bocskor arca! Nem,
Sajnálom. De úgy, az a baj, hogy ez úgy van kitalálva, hogy csak szombaton derül. Jó, oké. Okay. Ne lepődjél meg. Kész, megadtam a telefon. Nem tudtam, nem tudtam. De te vagy olyan gonosz, a telefon számú 06123. Hogy vele ne eljutottam. A telefon számú 06123. Kész, bezárom a 061-203-02-53 a telefonszámunk, levél címünk 1119 Budapest Sopron út 40, az e-mail cím, jó poén? Jó poén. Az e-mail címünk heti7es@rtlclub.hu, én se tudtam múltkor végigmondani azt a viccet, na és www.rtlclub.hu. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva. Nem mondjuk. Tényleg az, azt még alá. Köszönöm szépen. Én mindig engem vesztek? Igen. A írd alá neki csinyeskedj meg. Figyelj, olyan cíti volt. Hol kell? Jaj, bocsi, bocsi. Semmi iszonyatos. Nagyon ábasztak téged. Nézd a p***sába. Hogy lehet téged ilyen könnyen átbaszni? Jó Istenem! Mi lesz, aki ilyen hülye? Még mindig nem érti. Tessék, dehogy tudom, csak úgy csinálok, mintha tudom. Tábor, Lajos, ha végignéztétek az egész adást, és nyilván kerestétek benne, hogy mi volt az átverés, akkor most már mondjuk el, semmi az ég egyet a világon, csak ez a papír, és az ezzel kapcsolatos összes ijegység. Más nem volt, de ez hogy bejött? Köszönjük szépen.